Üdvözlök mindenkit, én Axel vagyok. Ebben a részben folytatnánk az a kis teszt sorozatunkat, amit már elkezdtünk, és hát kipróbálnánk, itt vagyunk a kis szokásos is tesztpályánkon, ugye ezeket a kis várókat már megnéztük. Ugye eddig megnéztünk már hordaváró lehetőségeket, illetve néztünk olyat, hogy ilyen lakóhely lehetőségeket, és ezt tovább folytatnánk még, és ezzel szeretnék egy kis ötletet is adni, hogy tényleg miket lehet csinálni, mert hogy nincs még vége a lehetőségeknek, és vannak működő, jól működő dolgok, úgyhogy teszteljük is le egy kicsit a zombik, hát muszáj hogy őket letesztelni, a mozgásukat, mire, hogy reagálnak, ahhoz, hogy azt ugye az előnyünkre tudjuk fordítani. Én röpködő módban leszek már, hogy itt most hát távolságokat fogunk méregetni, és annak kapcsán, hát főleg a távolság az mondjuk lehet vízszintes is egy távolság, de vízszintesen ugye a távolság az maximum csak egy információ tud lenni, mert hát minden egyes élőlény oda tud menni, de mi van akkor, hogyha a távolság felfele, illetve lefele értendő, tehát úgy indulunk, oda már azért nehezebben tud eljutni egy élőlény, és hát ezt megnéznénk, hogy tényleg a távolság az hogyan hat a zombikra, illetve mi ránk is. És most hát azért is röpködök, hogy azért ne legyen már több órás az videó, mert hogyha ez tényleg nekem ilyen fakereteken kell felugráljak, vagy leásni, meg nem tudom, tehát akkor nem akarom az időt ezzel húzni. Legelőször nézzük kis alapokat ezzel kapcsolatban. Én mondtam már nektek egyszer azt, hogy hát én elneveztem zombi mágnesnek az ilyen sima, egyszerű blokkokat, mindegy, miből van ez a blokk, de zombi mágnesként üzemel. Ezt, hogyha elkezdünk, lerakunk egy ilyen kis oszlopot, mondjuk elkezdem rakosgatni, ez is egy újdonság az Alpha 20-ban, hogy ez nem volt ezelőtt, tehát ezelőtt csak így raktuk, egyszer csak leszakadt az egész, és akkor így megtanultuk, hogy hányat is szabad egymás mellé tenni, most nem muszáj ezt megtanulni, elsőre, mert most jelez a rendszer, ugye már most sárga, ez már innentől, hát ez még rajta van, de ez a pirosat, ha ide tesszük, akkor ez leszakad. Na, és ezt nem teszem oda, azt a pirosat, hanem én jövök ide, ide szépen ráereszkedek, és akkor ide hívunk egy zombit. Ugye most gyakorlatilag az az egy rész, jó néztem, már olyan világos van, de nincs bekapcsolva a lámpám pedig. Tehát az a rész, azon áll az egész rendszer, ide hívunk egy kicsi lányt, kicsi lány, ó, szia, hello, gyere szépen, ez az. Jó, és azonnal ugye támadja is azt a blokkot, mert ő, hát ő úgy gondolja, hogy az vezet el ő hozzá, tehát így tudjuk, így tud eljönni ide. Megpróbálom mérni, de lehet, hogy messze vagy, nem vagyok messze. Jó, tehát látjuk, hogy 100, ezt már múltkor is már mértük, hogy mennyi a HP-ja, ugye 100 összesen a HP-ja, és durván egy ütéssel egy 10-es levesz belőle. Hát már csak 4 maradt, mindjárt zuhanunk. Jó. Nem zuhanunk, nem akarja. Az utolsót nem akarod, mi? Jól van, tehát azért látjuk, hogy zombi mágnes működik, mert ugye ráugrottak, de hogyha ugyanezt most kipróbálunk egy dolgot. Ezt már ugye a hordváró lábánál is alkalmaztam, és hát ezt most azért is tesszük ide, mert majd innen építkezünk tovább, felfele, de azért ezt az is mutatom, hogy miért teszem ezt ide. Ezt mindenféleképpen, hogyha ilyet próbáltok építeni, amit majd most mutatok, akkor mindenféleképpen azért ezzel kell kezdeni. Ezeket szépen így, hát elég végül is ilyen magasságban nem muszáj az egészet bevonni, mert végül is feljebb már nem tudja ütni semmi, ugye nem érnek fel odáig, de idáig mindenféleképpen egy 2-3 blokk magasságban, az ő biztonság kedvén inkább 3, érdemes ezt így megemelni. Ugyanis most megnézzük, hogy most hogyan működik ugyanezt, tehát ugyanígy, ezt most megjavítottam ugye azt a blokkot, ide feljövök ennek a tetejére, oké, és megint hívom a kicsi lányt, ó, szia, hello, gyere szépen, hogy hívnak, te voltál Darlene, a csúnya, Betty a csúnya lány. Na, és azt látjuk, hogy tehát itt ugyanaz a blokk, ugyanott állok fent, de Csóringer már, hát egyszerűen elvesztette a fonalat, tehát ez a
GPS megzavarás, az árnyékából látjuk csak, hogy merre jár, mert nem látok magam alá, de kész, tehát ide jön alám, mert innentől kezdve nem tudja, hogy azt szét kéne üsse, pedig hát ugyanúgy le tudnék esni. Tehát ennyi ez, ami nagyon lényeges, hogy innentől kezdve, hogyha az, hát egyelőre ez így működik. Aztán ki tudja, majd egyszer lehet, hogy öntudatukra ébrednek a fejlesztők, és akkor ez innentől nem fog működni, de ez valójában most egyelőre működik. Na, meg is szabadulunk a kicsi lánytól. Visszajövök röppentyű módba, és akkor ezt én összeszedem, mert ez csak egy ilyen kis bemutató volt azért, hogy lássuk azért a különbséget, hogy ez hogyan működik, és hát hogy működik, miért működik. Majd egyszer lehet, hogy már majd rájövünk, hogy nem működik, de most egyelőre még ez jó régóta működik azért ez már. Elképzelhető, hogy ugye régebben csináltunk olyat, hogy ilyen ez a... Na, eltüntetem. Ezt a rácsot, ezt most nem próbálom ki, de volt régen ilyen rácsot tettünk az oldalára, ezt azért hagytuk utána abban, mert ennek a régebben a vasrácsnak csak 2500 volt a HP-ja, ennek a plétnek, meg amit ide ráteszünk ennek, meg több volt akkoriban is. Illetve hát ugye fel lehetett acéllá fejleszteni, úgy az tényleg sokkal erősebb volt, mint az a vasrács. Most már ugye bár az a vasrácsot is fel lehet 10 000-esre fejleszteni, tehát igazán csak nem tudom most arra, hogy hatnak. Esetleg aki akar kipróbálja, ez a plét, ez tuti működik, úgyhogy ez jó. Na most azt nézzük, hogy itt most akkor 4 van, ugye? 4 magas, vagy csak egy, hát 4, ugye? Én azt hiszem, igen, ez volt 3, ez a 4. Csak azért, hogy számoljunk, mert megyünk felfele. Tehát azt mondja 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ide teszek egy ilyet. Ezt csak azért teszem ide ezt a jelzést, vagy várjál, nem is ide, hanem inkább ide. Azért teszem ide ezt a jelzést, hogy tudjuk majd, hogy ez 10. Akkor megyünk tovább. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ide is teszek egy jelzést. Tudjuk, hogy ez már 20-nál járunk. És megyünk még feljebb egy nagyon picit. Hát, aki szereti a magaslati levegőt, ott van egyébként ez a nagy magas torony. Na, majd arról is beszélek később, kicsit később, vagy lehet, meg is nézzük. Na, azt mondja, hogy tehát 21, 22, 23, 24, 25. Na, tehát egyszerűs, tehát tényleg a mondjuk, hogy kerek szám, hát mondjuk jó, 25 se túl kerek, vagy attól függ, honnan nézzük, de szóval maradjunk, bele is bonyolultam ebben a mondatban, tehát maradjunk 25 blokk magasságba, és akkor innentől kezd majd megnézzük, hogy ha ilyen magasra építenénk mondjuk egy hordavárót, vagy egy lakást, vagy teljesen mindegy, akkor hát akkor mi történik? Na, le is jövök, és először is ugye a leg, hát a távolsági atomfegyverrel rendelkező hányós rendőrbácsit, itt van ez valahol, vagy inkább jobb, hogyha beírom. Szerintem jobb, ha beírom, mert akkor biztos, hogy nem kell, hogy feláll legyen, mert nem ez a lényeg. Itt van a rendőrbácsi. Most durván ugye ez 10 blokk, ahol most állok, hát természetes, hogy hány. Jövünk felfele, feljövök mondjuk durván, most vagyok 20 blokk magasságban. És még 20 blokk magasságban is képes teli gondolkozni hányással, egy rózsaszínűt álmodik nekem ide. És viszont feljöttem most durván már ilyen közel 25 magasságban vagyok, és innentől kezdve, na, tehát rendőr bácsi már nem, tehát ide, ilyen távolságban nem tud elhányni. Ezért is jöttünk fel ilyen magasságba, hogy ezt azért megnézzük, hogy hát ő se tud végtelenségig. Annyit azért el kell mondani, hogy hát érdekes, jó a fizikája a játéknak, de például egy helyen van egy érdekes dolog, tehát hogyha valakinek mondjuk tetszik az, hogy tegyük fel, van egy kis tó, tavacskát talál, és úgy gondolja, hogy egy tó közepére épít így lábakon valamit, mert hogy az milyen jó, mert a rendőr se nem tud áthányni a vizen, hát akkor csalódást kell okozzak, mert hogy a rendőr, hát valahogy nincs közegellenállása a játékban a víznek, tehát ugyanúgy simán keresztül hány 20 blokk távolságban, szóval az nem okoz neki gondot. Na, tehát itt vagyunk, és gyakorlatilag ez a távolság, ez már az a távolság nekik, hogy innentől elveszítik a fonalat. Én megszabadulok a fiatalembertől, és akkor kipróbálunk egy dolgot.
kipróbálunk egy dolgot, mondjuk ugyanezt megcsináljuk, amit az előbb csináltunk a zombikkal, tehát ide elkezdem rakosgatni a blokkokat, és mindjárt csinálunk is egy kis hordát azért, hogy mégiscsak többen legyenek. Hát sárga, még a sárgát is oda teszem, mert arra, az az még itt tart minket, egyben tart. Az más kérdés, hogy most mennyit fogunk majd látni, de... Ja, jó, egy kicsit lassú volt. Fly módot kikapcsolom, oké. Okay. God módot bekapcsolva hagytam, mert véletlenül leesek innen, mert nem akarok már, nem halnék, mert csak a lábamat nem akarom eltörni. Na akkor ide kihajolunk, kihajolni veszélyes, de azért kihajolunk, hogy majd lássuk, mi történik alattunk valamennyire. És most viszont már szerintem, hát bár azt hiszem, hogy hiába kapcsolom be a lámpát, akkor se fogunk túl sokat látni. Oda tekerjük egy hordához. És akkor megnézzük, hogy ha most nem egy zombi, hanem sokan jönnek, és itt vagyunk ilyen magasságban, akkor mi fog történni? 22 óra. Hát egy biztos, a villanyt lekapcsolták, egy tuti. Majd ezzel világítok. Majd világítok, rajd, de rövid ez a kábel, világítson Zseblán Pável. Nézzük, hogy ki jön, hol jön, miért jön. Ja, ott már vannak alattunk, csak nem sok mindent lehet látni belőlünk. Ezért. Megnézzük. Na, és akkor látszik az, hogy még véletlenül se mennek oda a blokkhoz. Hát most már így azért jobban látszik, nem? Tehát véletlenül se mennek oda, hogy üssék a blokkot, mert ugyanis elvesztették, ebben a távolságban ők már elvesztették a fonalat, tehát már nem tudják, hogy hol vagyunk. Tehát ez a rosszabbik módja az elhajításnak, erre mindenki vigyázzon. Jó, de... Majd utána megnézzük, hogy ott mennek oda a blokkhoz. Mennek oda a blokkhoz azért. Á, szép tudod. Mennek oda a blokkhoz, de... Hát milyen megnézzük, hogy azt most ütötték ott, vagy nem ütötték. Hát halnak meg itt közben, az biztos. Jó, hát ez egy fakeretes blokk, még hogyha, hát jó, elképzelhető, hogy esetleg adnak neki, de nem tudni, hogy... Na jó, vége a hordának, és akkor megnézzük, hogy változott-e valami, mondjuk itt vagyunk 7. nap, de teljesen mindegy, kapcsoljuk fel a lámpát, oké. Okay. Menjünk vissza egy kis repcsi módba. És most kezdik el, én szerintem most kezdték el ütni, hogy én lejöttem ebbe a magasságba. Szerintem most kezdték el ütni, de mindjárt megnézzük, hogy tényleg mi történt. Na, azt a vaksi. Na, azért csak leütöttek róla egy kis valamit, de hát nyilván ez egy nagyon kis vékony blokk, és nyilván, hogyha ez azért erősebből, tehát már akár a fára fel van fejlesztve, ugye, ezt ha már egy ilyen fára felfejlesztjük, akkor már nem 100, hanem eleve 500 a HP-ja, tehát úgyhogy, na, szóval sokat, sokat jelent azért egy kis fejleszgetés, de minden esetre azért lehetett látni, hogy a zombik azért itt voltak alattunk, és nem erre a blokkra mentek. Azért ezt mindjárt kijavítom. Ezt kijavítom, bejavítom. Ja, nem, ezt másoljuk be. Oké. Okay. Jó, azért a biztonság kedvem. Ez tényleg nagyon kis gyenge ez a kis fa blokk, de azért is hagytam így az előbb, hogy azért szimuláljuk azt, tehát még ezt a gyengét is alig-alig ütötték, csak hát ennek ugye nagyon kevés ütés kell ahhoz, hogy ezzel bármit is csináljon. Na, és akkor visszajövünk ide, és akkor mondjuk megnézzük azt, hogy azt visszaváltoztatom már ilyennek, mert mondjuk nézzünk egy ilyen alacsonyabb távolságot, nézhetünk akár innen, vagy innen is nézhetünk egy távolságot, de ez a távolság hát nyilvánvalóan ugyanúgy fog rájuk hatni, mint amikor ott lejjebb csináltam, hogyha most én erre hívok egy hordát, akkor
akkor sajnos, hát valószínűleg, hogy nem ugyanezt a hatást fogjuk elérni, mint az előbb, amit láttunk. Ugye rá is tekerem odáig. Okay. Hát többet fogunk várni, az biztos. Elfogyott a molotovom, az is biztos. Várjunk. Houston, baj van. Hívjunk egy kis... Várjunk. Elszedtem a fonalat. Molotov koktél kell. Ha tudnék is írni, már nagyon sokat segítene. Jó, itt van egy kis molotov. Hát hívunk, teszek már ide be többet. Na. Szóval ott már látszik azért, hogy Hord akkor azért... Hát ha más nem, akkor azért így próbálkoznak. Mert hogy ugyanúgy, mint amikor láttuk Arlent, hogy néha azért kerülgette azt a blokkot, és hát ahogy kerülgetik a blokkot, sajnos az a baj, hogy hát képesek megütni. De nem feltétlenül azért, mert a blokkot szeretnék ütni, hanem hát ott összegyülekeznek, és nem tudnak tovább menni. Bennük van az, hogy akkor hát ütni kell valamit, és akkor egymást is ütik. Szóval sajnos ez mindig is benne volt. Mindig is benne volt így a mozgásukban, hogy ezt így csinálták. Jó, most mi vagyok? Most mi? Oké. Oké, lejövünk. Jó, megnézzük azért, hogy tényleg ütötték-e. Hát minimálisan. Azért lehet látni, hogy inkább csak ott tolongtak, de szerintem azért tolongtak, mert ugye nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek. Tehát igazából ezt a kis 500-as fát is, hát nem nagyon ütötték valójában. Nem nagyon tudták, hogy mit csináljanak. Ugye, és hogyha ezt felütjük, mondjuk, ez csak azért, mint egy első éjszakás hordavárónak is fel lehet fogni egy ilyet. Mert hogyha egy ilyet mondjuk felütünk, ezt csak azért mutatom, hogy ezt tényleg nem sok anyag kell hozzá. Ó, még jön egy kislány. Na, tehát ezt felütjük, ez ugye csak sima föld kell, meg kő, semmi más, és már 1500, nem tudom, látszik, szóval már 1500 lesz a HP-ja egy ilyen, a 100-hoz képest 1500 lesz a HP-ja csak simán a macskakőtől, szóval nagyon-nagyon könnyű azért jól megerősíteni. Na, és akkor nézzünk egy olyat, hogy... Nézzünk egy olyat, hogy... Jó, megpróbálunk itt építeni egyet. Reméljük, hogy nem rontjuk el. Ezt lelőjük, az ott leszakadt, igen. És akkor innen, nem tudom már, hogy a távolságot mennyire tegyem, de mondjuk tegyük fel ide. Nézzük, ez még úgy jó. Hát ott fenn nem tudom, de így felmegyünk. Hoppá. Szóval én arra gondolok, hogy lehet építeni egy épületet, ami úgy néz ki, hogy mondjuk négy lábon áll, négy egyenlő távolság, hát ezt be kell mérni, hogy tényleg mekkora legyen ez a házikó. Ja, hogy ez megsérült, igen, mert hogy én lemolotovoztam, és megsérült. Jó, oké. Lemolotovoztam a kis... Erre nagyon kell vigyázni amúgy. Jó. Ezt meg is lehetne egyébként nézni a stabilitását. Nézzük meg, mert kíváncsi vagyok én is. Azt mondja, bekapcsoljuk, hogy show stability. Teljesen stabil. Tehát ennél még elképzelhető, hogy még lehetne esetleg egy vagy két blokkal nagyobb is, főleg, hogyha esetleg nem fából van, bár nem tudom, hogy van a különbség. De szóval elméletileg még lehetne, de még hogyha ekkora is. Ez most igazából, amikor már piros, piros lenne, még nem is tudom, bepirosodik. Pirosnak is vannak árnyalatai, nem csak a szürkének, szóval vannak a pirosnak is árnyalatai, és ki kell kísérletezni, hogy mekkora lehet így a fesztávolság, de szerintem már egy ilyen fesztávolság is, én szerintem már így megfelelő tudna lenni igazából, és ebből csinálni egy ilyen kis négyzet alakú kis hordaváros, de itt felül egy mindegy, hogy miből, vagy rácsból, vagy hát ugye lehet rácsból is, mert az alja, mert hogy a rendőrök nem tudják széthányni, a rács is lehet már ilyen 10 000-es, tehát már simán lehet rácsból, és a közepére egy luk,
vagy akár több luk, hogy többen tudjanak hordázni egyszerre, és onnan lehet ledobálni, tehát ugye ideállni, tegyük fel, így van a hordaváró, ideállni mondjuk így a mértani közepére, és dobálni lefele csőbombákat, molotovokat, stb., és gyakorlatilag egy puskalövés nélkül hullanak tízesével a zombik, tehát én ebbe például látok fantáziát, és viszonylag meg biztonságban van itt fent az ember, mert hát ugye a rendőr nem hány, badabum ugyanúgy elpusztul a Molotovtól, és lehetne sorolni, nyilván a madaraktól kell még védekezni, de hát az is csak egy annyi, hogy a házat úgy építjük ennek a tetejére, hogy védjen. És hát ez az, amit én már most ezt nem akarom megépíteni, de remélem, hogy el tudjátok képzelni, hogy mit akartam ebből az egészből kihozni, és itt gyakorlatilag ennek a mértani közepén, ahogy állunk, innen lehet lehaigálni nekik különféle robbanóanyagokat. Van olyan, azért arra figyelni kell, mert többfajta robbanóanyag van, van amelyiknek a blokksebzése nagy, ilyen is van, hogy az a zombikra kicsi a sebzése, ezt kikapcsolom már ezt a stabilitás dolgot, hogy ne világítsunk. Tehát van, amik a blokksebzése, van, ami meg nagyon kicsi a blokksebzése, tehát mondjuk mondjuk csinál az ember egy beton alapot, tehát arra kicsi a hatása, viszont a zombikra meg nagy a sebzése, tehát nyilván egy olyat érdemes rádobálni, ami jó. Na azt akartam ott egyébként, mindegy, ha már most a levegőben vagyunk, akkor még ezt a témát akkor megbeszéljük. Léteznek ilyen tornyok. Ezek a tornyok, ez még magasabban van. Tehát, hogyha most megnézzük, hogy ott voltunk, mert hát nyilván az is lehet még magasabb, tehát nem muszáj ilyen, csak egyszerűen már olyan magasságból is alig lehetett látni a zombikat éjszaka, hát persze ki lehet nyilván világítani, hogy lehessen látni. Hát én itt már próbálgattam így tesztelgetni, lehetett látni, hogy itt még azt hiszem, hogy ment még valahogy tovább egy kicsit, és akkor itt lehetett ácsorogni, hát persze, mert itt a létre, tehát itt még lehetett ácsorogni, csak hát ugye ezzel egyetlen egy gond van, mert jó ez, a zombik ugyanúgy, hát abszolút nem tudták, hogy mit kezdjenek magukkal, és ütötték így a kerítéseket, meg hát ami ugye az útjukba került, mert ugye nem tudták, de ettől függetlenül, mivel nyilván alám gyűltek, tehát elsősorban ott vagyok fent, és ők nyilvánvalóan ide alám gyűltek, ezért nyilvánvalóan itt a létra, ami oda felvezetett, szét lett ütve, meg hát, mert nyilván ő alám jön, de ugyanúgy nem tudták természetesen, hogy hol vagyok, és mint érdekességképpen, hogyha valaki nagyon nem tudja, hogy hova menjen, akkor egy ilyennek a tetejére is felmehet, csak ennek mondom, ez egy gond, hogyha létrát szétütik, akkor mondjuk onnan, ebből a magasságból utána ő, hogy jön onnan le, vagy hát akkor bénáznak kell valahogy fakeretekkel, vagy nem tudom, hogy épségbe lejön, mert hogy a létrát azt szétütötték. Na jó, mindegy, szóval ez is egy ilyen érdekes dolog, de megkeressük, hol is voltunk. Ja, ott, hú, de messzire eljöttem. Na, és akkor nézzük, hogy ez volt felfele, de hát mint fent úgy lent, tehát megnézzük lefele, hogy aki mondjuk a föld alá szeretne építkezni. Ugye a kettő között azért az a különbség, hogy amíg itt vagyunk fent a magasban, innen tudunk zombikat ölni, mert van rá valami mód. A távolság hasonlóképpen hat rájuk, tehát hogyha lemegyünk nagyon mélyre, ugyanúgy nem tudják majd, hogy hol vagyunk, de viszont mi se tudjuk a zombikat ölni, tehát azért a mélységnek vannak ilyen titkai, hogy hát ezért egy különbség, hogy innen azért van rá módunk, hogy azért mégis tudunk öldökölni, és viszont hogyha lemegyünk, és most akkor tényleg elindulunk lefele, egészen lemegyünk a blokknak a legaljáig. Hát most direkt azért megyek így, hogy ne kelljen már létrákat csinálni, mert az életben nem jutunk le. Hopp. Ja, ez már zajja. Aha. Itt vagyunk, oké. Okay. Ó, vissza az egész. Jó, kb. Itt vagyunk, jó. Akkor csinálunk egy kis üreget magunknak. Csinálunk egy kis üreget magunknak, és azért, hogy itt kipróbáljuk, hogy hívunk mindjárt hordát is. Jó, tehát körülbelül itt vagyunk.
Ezt alig fogom megtalálni, hogy hol van ez a nyílás, de vagy hát lehet, hogy megfogom. Na, ott van fent. Oda azért felmegyek azért, hogy teszek egy csapóajtót, mert hát ugyan ütni nem tudom, hogy fogják-e, de minden esetre, tehát hogyha ott oda sétál valamelyik, akkor azért ne essen már bele, hogy van nekem csapóajtó ide kitéve, de nincsen, akkor nézzünk. Hát nézzünk egy egyszerű ilyen fából, egyszerű fa csapóajtót, hopp. Ja, van egy kis gond, Houston. Ja, mondjuk oda... Várjunk, ezt hogy kéne csinálni? Azon gondolkozom, hogy... Na mindegy, jó, oké. Oké, csinálunk ide akkor egy létrát, mert ugye ezek a csapóajtóknak van egy ilyen hülye tulajdonsága. Steel wood, sima fa létrát csinálunk. Van egy ilyen hülye tulajdonsága, hogy először, tehát nyilván normálisan itt megy le egy létra, ugye, és a csapóajtót, ha még egyet kéne tegyek? Vagy nem vagyunk szintbe, az is lehet, hogy állunk most. Kicsit, mintha magasabb, igen, kicsit magasabban vagyunk. Aha, azért van egy kis ilyen érdekes eltolás ebbe az egész kérdő. Jó, mindegy, akkor legyen. Vagy nem, csinálok még egy létrát, megpróbáljuk, hogy csinálok még egy létrát, megnézzük, hogy azzal mi változik, nagyon feljön. Hát lehet, hogy nem. Szóval nem vagyunk teljesen szintben, lehet látni, hogy ez egy kicsit a levegőben van, de jó, inkább legyen így. Jó, na mindegy, legyen mondjuk így. Azért nem teljesen jó, mondom, mert hogy nem vagyunk teljesen vízszintben az egész dolgokkal, de mondjuk jó, legyen így. És akkor tegyük fel itt most, ezzel lezártam, hogy ne tudjanak a zombik beleesni csak úgy maguktól. És akkor mindjárt hívunk ide egy hordát, hogy megnézzük, hogy most akkor lejönnek ide hozzánk, vagy nem. Na, itt vagyunk lent, a kis üregünkbe. Innen, én is kikapcsolom már, hogy... Oké. Kikapcsoltam már, hogy... Kicsit társunk, de ez már az alja, megvan az alja. Azért volt furcsa, mert nem volt sík a terület. Na, ez most itt síma. Jó, ott van a kéne egy távcső, ez az én kis távcsövesem. Jó, majd megnézzük a távcsövessel, hogy mi történik. Jó, hívunk egy hordát, jó, mondjuk, hogy ne ott álljak már, mondjuk kicsit így oldalra eljövök. Tehát tegyük fel, itt csinál az ember a föld alatt, jó mélyen, egy, ez már itt a bedrock, tehát itt ennél már lejjebb nem tudok menni. Itt csinálok egy kis kecót magamnak, és itt szeretnék lakni, hát hordázni, ugye csak hordákat túlélni is akár, csak éppen hordázni azért nem tudok, mert innen nem tudom őket lőni. Viszont hát elvileg mi is biztonságban leszünk. Na, de elvileg, majd mindjárt kipróbáljuk, hogy tényleg úgy van-e. Jó, hetedik nap este, mondjuk kezdődjön a horda. Ezzel lehet, hogy apári, eltudom a puskában. Lehet, hogy egy olyat viszont kellene csináljak, hogy hát nem látom majd egyébként, hogy mi történik. Ott vannak fent, ott lehet látni őket, ott futnak oda. Szóval látszik az, hogy ez ugye oda megy fel, de a zombik hova gyülekeznek? Pont mértanilag fölöttem vannak. És futkorásznak. Tehát valójában nem, tehát nincs ötlet, vagy ásnak. Tehát most majd mindjárt felmegyünk, és akkor megnézzük, hogy most vagy ásnak, vagy futkorásznak, de semmiképpen nem akarnak. Tehát a GPS jel megszűnt, mint egy alagútba, tehát valójában nem tudják, hogy ott kéne lejönni hozzám, és lejutnának, hanem ezek így mértanilag fölöttem, mint amikor felül voltunk a levegőben, ott is mértanilag alánk jöttek. Azért mondom még egyszer, hogy ezzel csak egy gond van, hogy hát itt ugye esélyem nincs, hogy ilyen zombit öljek, ugye bár. Jó, tegyük fel, ott voltak, megnézzük azt, hogy ja, igen, felmegyünk. A zombik ott vannak még mindig, csak azt az egyet megnézzük, hogy az útnak lett-e valami baja. Megnézzük, hogy az útnak lett-e valami baja. Megnézzük. Hát a hatchnek nem nagyon az utat se nem ütötték, mert itt voltak valahol, igaz? Hát valahol itt. Jó, tehát gyakorlatilag nem, tehát nem kezdtek el ásni. Nem gyújtottuk be a rakétát az előbb. Ó, de hogy már meg is sél. Én vagyok itt a fő admin.
Nektek kell meghalni, nem nekem. Na jól van, szóval ez a lényeg, na és az már üti azt, ugye azon nincs rajta a plét, ugye, és ezt már elkezdte ütni. Na, tehát ez a lényeg, hogy lehet bázist építeni teljesen a föld alá, valójában biztonságban vagyunk, teljesen lemegyünk, nem tudom, az hány méter mély, meg lehetne mondjuk nézni. Ugye itt a térképet megnézzük, akkor lehet a mélységeket nézni. Itt van ugye ez, itt vagyunk plusz 42 méteren, hát mondjuk be tudjuk mérni, tehát mondjuk most a, nem tudom minek mondjuk ezt, hogy tengerszint feletti 42 méter, ugye vannak itt hegyek is, meg minden, szóval, na, szóval 42 méteren vagyunk, és innen én most, mi az egy kutya? Nem, az egy farkas, ja. Azt hittem te is jöttél volna hordázni. Mert kutyák szoktak, farkasok nem jönnek vadászni. Tehát most 42 méteren vagyunk, akkor megnézzük azért, hogy ez most tényleg a... Hova is jöttünk, mire mennyire vagyunk innen. De most nem tudom, innen számítódik a... Várjátok egy picit. Megnézzük, hogy most hogy állunk. Ez a nulla? De nem biztos, nem tudom. Megnézzük, hogy most hogy állunk. Nem, most plusz 3 méteren vagyunk. Jó, tehát azért 42, durván ez most viszont lefele nézve, most 42, meg plusz 3, tehát most csak kerekítek, tehát durván 40 méter most itt a távolság. Ugye felfele mi meg olyan 25-öt mértünk, hogy amikor felfele próbálkoztunk menni, így meg még több. Tehát egyszerűen ők teljesen elveszítik már a külvilágot, nem tudják, elveszítik a kapcsolat, a GPS jelet, mindent, és innentől kezdve itt is tulajdonképpen is egy módszer arra, hogy, hogyha biztonságban szeretnénk lakni, le kell menni egész mélyre, ott lehet egy kecút csinálni, mert gyakorlatilag biztonságban vagyunk. Hát nyilván úgy szoktuk csinálni, hogy azért, hogy van a lejárat, azért valamit azért teszünk köré, hogy azért mégis, hogyha valami nagyon rosszul sül el, azért ne tudjanak lejönni oda hozzánk. Tehát valamit azért szoktunk ide köré építeni, de én azért jobban pártolom az ilyen lehetőséget, ami felfele megy, mert azért akkor van lehetőségem is őket megölni, esetleg, hogyha éppen arról van szó. A sikoltós is egy olyan kérdés, hogy ha oda felmegyünk, ugye ő szokott jönni, de valójában ő se érzékel minket már olyan távolságban. Úgyhogy hát ez is egy olyan módszer, és hát örülök, hogyha esetleg tudtam segíteni, vagy ötletet adni arra vonatkozólag, hogy mit érdemes csinálni, vagy milyen lehetőségek vannak. Nyilván itt ez egy nevében is benne van, egy túlélő játék, és hát mindenki szeretné túlélni. Az előző szerveren, amit mutattam nektek, hát elfelejtettem megmutatni, de hát több mint 4000 zombit megöltem, és egyetlen egyszer haltam meg, akkor is még ahogy a játék eleje körül, még én is gyenge voltam, és egy zombi medvének, hát olyan két csapás voltam körülbelül, tehát az, hát az is változott amúgy az állatok tekintetében. Régen el lehetett szaladni az állatok elől, egy medve elől is lehetett futkosni oda-vissza, és... Szóval lehetett így cicázni velük, farkasok, kutyák elől ismerjük, egy kicsit ilyen cikcakba futnak, én meg ha tudtam egyenesen futni egy idő után, el tudtam távolodni tőlük, de most már ez nem így van, tehát hogyha az ember megpróbál elfutni egy állat elől, hát jobb, hogyha szembe fordul, és mindegy, ha csak ököllel és üt, tök mindegy, de valójában elfutni nem lehet, mert szétmarcangolják a hátát néhány csapással, tehát egyszerűen nem nagyon lehet, és hát az még egy tapasztalat, hogy horda idején már nem működik az a módszer, hogy hát tartsunk magunknál egy biciklit vagy egy motort itt az övtáskánkon, és hogyha nagy baj van, mert összedőlt, akkor lerakjuk és elbiciklizünk a naplementébe, vagy elmotorozunk, vagy valami, mert a rendszer most úgy működik, hogy ránk spannol, hát ugye az alapbeállítás úgy, hogy 8 zombit kapunk fejenként, tehát akkor megkapjuk azt a kis 8 hányós madarunkat, amik aztán, ahogy Májki fogalmazott, fénysebességgel mennek a járművek után, és egyszerűen kinyírják. Szóval nem nagyon érdemes, tehát ez a módszert is kivették, ami régen azért működött, hogy valaki bajba került, akkor jó, akkor biciklizünk egész horda ide alatt így körbe-körbe, és akkor túl lehetett élni egy hordát, ez már nem működik. Tehát muszáj valahogy úgy megcsinálni, hogy az ember egy hordaváróban élje túl.
Ugyanez például a gyrokopteren se lehet menekülni, tehát gondolkozunk, ó, hát majd elrepkedünk ott, hát jönnek a madarak, aztán majd lerendeznek röpködés közben, úgyhogy nem működik a dolog. Én azért valahol azt várom, az hiányzik például, ugye lehet a motorra is lehet egy modot tenni, hogy ketten rá lehessen ülni, vagy az autóba is már négyen be lehet ülni. A gyrokopterbe sajnos csak egyedül lehet beülni. Hát én várom azt, amikor lőni is lehet belőle, tehát mondjuk van egy társam, aki mondjuk felül a motorra, vagy az autóból, és akkor mindegy GTA-ba, hogy ki lehet lövöldözni belőle, szóval az élesztő végig az így várom, mert onnantól akkor megint a lehetőségek tárház egy kicsit megnyílik, hogy elmotorozunk, elautókázunk, és mondjuk a társam az meg autóból, vagy motorról szedegeti le az ellenséget, szóval azért az még... Na de hát, ha egyszer... Jó, van, én tényleg megköszönöm mindenkinek a figyelmet. Találkozunk majd legközelebb egy kis további tesztelésekkel, élőadással. Nekünk már most a szerverem Vibe van folyamatban, úgyhogy újra kezdünk, és hát az is lehet, hogy abból is csinálunk majd egy kis sorozatot, hogy na élőbe tényleg, hogy élünk túl. Na, hát további szép napot mindenkinek, sziasztok!